végezetül jöjjön egy hát extra gól a Genoa-Verona összecsapásról, amit 2-2-es állásnál Destro szerez. A különlegessége pedig az, hogyha figyelik a bal kezét, akkor azt láthatják, hogy egy vizes palack volt ott, amely azután egyébként kiröpült a szurkolók közé. Nem tudom, hogy láttatok-e már ilyet. Hát én azt gondolom, hogy ilyet szerintem még senki nem látott, mert azért nem szokás beszaladni a pályára a vízzel együtt. Hát itt elég egyértelműen látszik. Igen, minden játékos eldobja, amikor az többször előfordul, hogy kimennek egyet öblíteni a játékosok, de hát úgy, hogy palackkal együtt menjen vissza a pályára, hát én meg őszintén még soha életemben nem láttam. Nem is tudom, mi volt az oka, hogy miért nem dobta el. Tehát ez azért nem egy nehéz dolog. Nem hiszem, hogy oda ragasztották. Hát mi támadás közben még ott volt ideje rá, hogy még meghúzza egyet az üveget, és utána passzolja be. Egyébként ugye 0-2-es hátrányból állt fel a Genoa együttese, és ezzel a vezetést is megszerezte a csapat, úgyhogy még nem véletlen, hogy röpült az üveg. Hát óriási mérkőzés volt, és azt hiszem, a 70-75. Percnél még valami 0-2 volt az eredmény, azt hiszem, és utána a Genoa szenzációs hajrát produkál. Nézzük meg ezt, hogy volt egyébként, ez is gyönyörű, akár ezt is beválasztottuk volna a legjobb három közé, egy gyönyörű csel után alálöbből a labdának, és utána ugye még a Veron is betalált, tehát egy fantasztikus mérkőzés kerekedett ki. Mondjuk az első 50-60 perc után nem számítottam volna rá, hogy ennyire izgalmas és drámai és szuper meccs lesz, és valóban ez a vizes palack legközelebb egy hordó vagy valami. Azért bemennék most az öltözőbe, hogy mi várja majd a legközelebbi edzésen. Biztos vagyok benne, hogy egy-két játékostársa megemlékszik majd. Biztos, hát ez már, hogy mondjam, történelem része lesz, tehát ez bármikor vissza. Meg az öltözői humor azért az nagyon széles körű. Én szerintem folyamatosan a kezébe fogják adni innentől kezdve a vizes palackot, hogyha ennyire jól megy ezzel, nem? Prosimo step, szaralabot. A következő az lesz, hogy pesgős üveggel szalad be a pályára. Hát én sem láttam még semmi ehhez foghatót. Egyébként volt erről némi vita, mert a szabályzatban azt hiszem, hogy ez így le van fektetve, hogy ez így nem szabályos, tehát ezt akár még érvénytelenítették is volna ezt a találatot, ha nagyon szőrszel hasogatók, de azt hiszem, hogy a semmilyen módon nem segítette a támadás dinamikájában az a palack, és egy nagyon szép találatot ért el. Úgyhogy muszáj Destrónak kalapot emelni, mert úgy látszik végre sikerült az ideális környezetet megtalálni, ahol legjobban kifejezésre juttathatja képességeit. Egy olyan támadó középpályás, akinek mindig óriási lehetőségek rejlettek, és eddig nem tudtak kifejezni. Nagyon bízom benne, hogy a Genoában folyamatosan játszhat, és több szép hasonló gólt láthatunk a részéről, és kifejezheti azt a potenciált, ami mindig is benne rejlett, és végre konkretizálódott.